nincs lakója már. Ballag már a vindiák tovább, tovább, Isten veletek cimborák tovább, tovább, ez út hazámba vissza visz, Filiszre veszek magam is, tovább, 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 felbúcsú csókra cimborák. Jut még eszembe, kedvesem, a boldog ifjúság, az erdő széli kis patak, s a régi jó barát. Ó, gondolj, gondolj néha rám, a sors bár merre haj, emlékül küldöm kedvesem a régi, régi dalt. Ó, gondolj, gondolj néha rám, a sors bár merre hajt, emlékül küldöm kedvesem a régi, régi dalt. Mi fürge táncba kergetőztünk fönn a a régi, régi dalt. Ó, gondolj, gondolj néha rám, a sors bár merre hajt, emlékül küldöm kedvesem a régi, régi dalt. Mi vígan szedett csónakunk a tónak kék vizét, most zúgó tenger habja vár a szár. Régi mesékre emlékszel-e még? Volt egyszer rég, volt egyszer rég, szép tavaszon ragyogott fenn az ég, volt egyszer rég, egyszer rég. Ó, mondd, miért nem mesélsz már nekem, boldog idők sohasem feledem, hallani vélem a hangodat még, volt egyszer rég, egyszer rég. Szója mennek a szőkének egy kicsit még 10 centit menjen hátra. Köszi szépen, nagyon kedves. Puszillag, köszönöm. Ahol is van. Nem egy feljebb, itt
Iskolán hagyománya, hogy a végzős diákokat először az egy évig még velünk maradó legidősebb osztályok köszöntik. Idén rendhagyó módon öten üdvözlik a ballagókat. Minden osztály képvisel egy-egy tanuló. Stamfel Péter, Gadácsi Dorottya, Gimesi Fanni, Hajdu Dominika és jómagam Pálmai Rebeka mondjuk el, milyen érzéseket kelt bennünk a búcsú. Szeretettel köszöntünk minden kedves megjelent ballagó diákot, osztályfőnököt, pedagógust, szülőt, családtagot, barátot, ismerőt és üzletfelet. Kedves végzősök! Titeket mindig jöttünk ma ünnepelni. Értetek borult diákba az iskola, melyben a 4 év folyamos képzésen 690 ballagó tanítványokba a következő jó kívánságokat szeretnénk elhelyezni. Kedves olaszosok! Gratulálok az országos középiskolai tanulmányi versenyen és olasz fesztiválokon elért sikereitekhez. Azt kívánom nektek, hogy amikor majd megteszitek tétjeiteket az élet nagy kaszinójában, mindig szerencsével járjatok. Kreativitásotok, rajz és nyelvtudásotok híre a nagyvilágon innenre és túlra is eljutott. Életetek legyen vidám, pörgős és izgalmas, mint egy kubai tánc. Írjátok ti a történelmet, hogy Pató tanárnő rólatok is megmesélhessen nekünk. Kedves E-osztály! Malatinszky tanárnővel bejártátok az izgalmas Görögországot és a veszedelmes dzsungeleket. Most egy új világ vár rátok. Kívánom nektek, hogy minden álmotok váljon valóra benne.
Kedves effesek! A Finnországban forgatott, a fegyelmezett fegyencek körében egyre inkább terjedő, hexadecimálisan normált, feszített kivevőjű levegőpontos számábrázolásról szóló filmetek díját adóján majd ott leszek, hogy további világra szóló sikereket kívánjak nektek. Ballagó diákok, legyetek büszkék a sikereitekre, hálával adózatok a titeket támogató családotoknak, tanáraitoknak, lejétek örömeteket az elkövetkező években, vegyétek észre a kínálkozó lehetőségeket, és éljetek velünk. Legyetek kíváncsiak, fedezzétek fel a világ csodáit, álljatok ki magatokért és másokért, emlékezzetek jó szívvel a lászlós éveitekre is ránk, akik most abban bízunk, hogy sikerült mosolyt csalnunk az arcatokra. A régi szép hagyományunk, hogy a végzősök az iskolazászlót átadják az alsóbb éveseknek. A zászlót egy évig Madaras Őszboton 12. B-osztályos tanuló őrizte, most ő leveszi el Nagy Kristóf Bátor 11. B-s diákon. Az iskolazászlóra Benke Petra és Koh Alexandra tűzi ki a végzősök szalagját. Kedves ballagók! Közeledik az a pillanat, amikor végleg kiléptek a Szent László gimnáziumból. Úgy gondolom, hogy életetek hosszú, sok tanulással eltöltött, de talán még több önfeled pillanattal zsúfolt szakasz az árul, amire visszatekinteni most is arany. A végzősök nevében Fehér Dóra 13. E-osztályos tanuló búcsúzik. Tisztelt tanáraink, vendégeink, drága szüleink, kedves diáktársaink! Életem egyik legnehezebb feladatának bizonyult megírni ezt a ballagási beszédet, hiszen minden végzős nevében kell búcsút vennem iskolánktól, tanárainktól és az alsóbb évesektől. Hogyan foglaljam össze ezt az 5 évet úgy, hogy más is átélhessen, mennyire szerettünk idejárni? Ha sikerül is, hogy mondom el úgy, hogy ne sírjam el magam közben? Mivel arra gondolok, hogy ez az utolsó pillanat, amikor így, ennyien együtt vagyunk. Biztos már mindenki végig gondolta magában, hogy mennyi minden történt velünk az évek során. Kirándulások, gólyabál, UNESCO, kampány, és számunkra legfrissebb a szalagavató. Az iskola a második otthonunk lett, és szinte több időt töltöttünk együtt itt, mint családunkkal otthon. Megismertük, és amiben csak tudtuk, támogattuk egymást. Néha félelemmel tölt el, hogy mi lesz velem az egyetemen nélkületek és tanáraink nélkül. Életünk részévé vált az iskola, és bár tudtuk az elején, hogy ahogy semmi sem, a gimnáziumi évek sem tartanak örökké, de nehéz felfogni, hogy vége van. Nehéz elfogadni, hogy ilyen hamar felnőttünk, de ennek így kell lennie.
Talán a jövőben valamikor újra összeülünk, majd egy ital mellett, és felidézzük azokat a napokat, amikor még mind együtt voltunk. A boldog és szomorú perceket, bevalljuk egymásnak az eltitkolt szerelmeket, és már csak mosolygunk az egészen. Amíg ez a nap eljön, kívánom mindenkinek, hogy úgy sikerüljön az érettségie, ahogy szeretné, találja meg életében azt, ami igazán fontos neki, és teljesüljenek az álmai. Ezért sokat kell majd tennünk, de a cél elérésének néha fontosabb maga a megtett út. Szeretném mindannyiunk nevében megköszönni tanárainknak, hogy kis 14 éves gyerekekből, amikor már azt hittük, hogy miénk a világ, telelgettek minket a felnőtté válás útján, szigorúan, de mindig kedvesen és igazságosan nevelgettek minket, amellett, hogy tudásunkat is gyarapították, és sikeresen felkészítettek az érettségire és az életre. Köszönjük a kitartást és a bátorítást! Szeretném megköszönni szüleinknek, hogy mindenben támogattak minket és hittek bennünk. Alsóbb évesek, remélem nektek is teljesül minden vágyatok, élvezzétek még ki az itt töltött éveket helyettünk is. Búcsúzomat egy filmből vett idézettel szeretném zárni. Van egy általános igazság, amivel mindannyiunknak szembe kell nézni, akár akarjuk, akár nem. Egyszer minden véget ér. Akármennyire is vártam ezt a napot, sosem kedveltem, ha valami véget ért. A nyár utolsó napja, egy nagyszerű könyv utolsó fejezete, a búcsú egy közeli baráttól. De a befejezés elkerülhetetlen. A levelek lehullanak, becsukod a könyvet, elbúcsúzol. Számunkra ez is egy ilyen nap. Ma búcsúzunk mindennek, ami ismerős volt, mindennek, ami kényelmes volt. Tovább lépünk. De attól, hogy elmegyünk, és ez fáj, lesznek emberek, akik részesei maradnak az életünknek, akármi is történjen. Ők, ami biztos találjunk, a sarkcsillagunk, és az apró tiszta hangok a szívünkben, amelyek velünk lesznek örökre. Kedves közönségünk! Végzőseink nem csak ünnepi beszéddel, de énekkel, zenével is búcsúznak. Hallgassák meg Szabó Tilda Panna saját szerzeményét, melynek címe Dalom mára. Zongorán kíséri Csalóközi Dániel. Thank you.
Tisztelt közönségünk! Sárkány Péter igazgató úr ünnepi beszéde következik. Tisztelt vendégeink, kedves kollégáim, és mindenek előtt kedves végzős diákok! A balagása az igazgatói beszéd legfőbb erénye a rövidség. És különben is, különben szinte mindent elmondott, ami lényeges, ezt már csak egy kicsit ragozni lehet. Már csak azért is rövidnek kell lenni, hiszen bánunk bennetek a család, benneteket a családtagok, a barátok. Az ünneplés jó alkalom arra is, hogy oldódjanak a feszültségek, van belülünk bőven a vizsgák előtt. Az iskolában arra törekedtünk, hogy ne csak követelményeket állítsunk elétek, hanem legyen bőven lehetőségetek a társasági életre is. Az elmúlt években az életetek összefonódott az osztálytársak, iskolatársak életével. Történt mindez, miközben hatalmasat változott a személyiségetek, a 14 éves nagykamaszból ifjú felnőttek lettetek a személy hátára. Most lehet, hogy valamelyikötökben felmerül, hogy nem mindig volt kizárólag örömünk bennetek, miközben a felnőtti válás útját próbáltuk egyengetni. De nem is az öröm a lényeg, hanem az egyengetés. Mert a pedagógusnak tudnia kell, hogy a diák minden megnyilvánulása mögött, akár jó, akár rossz is, amit éppen tesz, egy sor tudatalatti, mögöttes jelenik meg. Viszont mivel a tanár is emberből van, ezért előfordul, hogy nem reagál megfelelően. Remélem, visszatekintve az elmúlt évekre, a konfliktusok kapnak egy kis vajszínű árnyalatot, ahogy Eszterházi Péter mondja egy helyen. A jó akaratunkról mindenképpen biztosítunk benneteket, még ha nem is mindig úgy tűnik számotokra, hogy mindig a ti érdekeiteket tartjuk szem előtt. A későbbiekre nézve is megszívelendő, hogy ami történik velünk, legyen az jó vagy rossz, oka biztosan mindenünk van, és abban már csak hinni lehet, hogy célja is. Az iskolai évek alatt sokat tanultatok, és amit elsajátítottatok, az a tiétek, abból tudtok építkezni a jövőben. Tudást nem csak az iskolapadban, hanem tapasztalatok révén is lehet szerezni, de akár így, akár úgy, mindenképpen áldozatos munkával jár. Aki sokat tanult az elmúlt években, pontosan tudja ezt. A kiművelt emberfő gondolkodása fogja meghatározni a jövőnket, aminek az építésében nagy szerep hárul majd rátok. Victor Hugo írja, hogy a szabadság ott kezdődik, ahol a tudatlanság végződik. És mi egy szabad, boldog országban szeretnénk továbbra is élni. A legtöbben közületek egyetemen folytatják be a tanulmányaikat, tehát diplomás emberek lesznek. De különbség van a diplomás és az értelmiségi között. Remélem, belületek igazi értelmiségi lesz, aki nem csak kiváló mérnök, jogász, informatikus, orvos, vagy tanár, és még sorolhatnám, hanem fogékony a közügyek iránt, művelt, gondolkodó, a világot kritikusan szemlélő, széles látókörű ember. Ennek az igényét próbáltuk felkelteni bennetek. A tantárgyválasztási lehetőségekkel, a szakkörökkel, a természettudományi önképzőkörrel, melyek révén kiemelkedő tanulmányi és versenyelmények születtek. Az idegen nyelvi projektekkel, utazásokkal, hogy világot lássatok, ismerkedjetek. Hogy szabadon kifejezhetétek magatokat a képző és a filmművészetben, a médiában, továbbá a színjátszásban és a zenélésben. Mindehhez értő tanári segítséget kaptatok, de úgy, hogy az egyéniségetek szabadon számolhatott. Köszönjük a sok szép pillanatot, amikor a tehetségetekkel örömet szereztetek nekünk. A rengeteg szép pillanat, melyeket sportolás közben éltetek át, a sikeres sportversenyek hangulata csupa-csupa felelthetetlen élmény. És akkor még a kirándulásokról, a szepezdi és a kapolcsi legendás táborozásokról, a diák önkormányzat a tetőtér és a stúdió háromszögéről, szerencsére nem Berlin a háromszög, nem is szóltam. Mindezekért
egy sereg jutalmat szeretnénk most átadni, elsősorban azoknak, akik a legkiemelkedőbbek voltak a tanulás, illetve a sport, a kultúra egy-egy területén. Elsőként az iskoláinkért kitüntetést szeretném átadni Maros Panni 13. F-osztályos tanulónak, aki a diákok szavazatai révén ebben az évben elnyerte ezt az elismerést, és egyúttal Panninak köszönjük több éves diákonkormányzati vezető tevékenységét. Önkormányzati tevékenységéért jutalmat kap Nagy Renáta Nóra, 13. A-osztályos tanuló. Ugyancsak diák önkormányzati vezető tevékenységéért iskola és az osztályközösségét végzett kiemelkedő munkának köszönjük Szakmár Alexander 12. B-osztályos tanulónak. Én is sok szeretettel köszöntöm Gálik Mihály urat, aki a Gálik Júlia MLB első átadására érkezett hozzánk. Tudnotok kell, tudnunk kell, hogy Gálik Júliana egy nagyon szeretetre méltó és nagyon kiváló diákunk, aki 5 évvel ezelőtt érettségizett, 2014-ben praktikus hirtelenséggel eltávozott közben. Ugyan a halál egy természetes eleje az életünknek, de egy fiatal elvesztését nem lehet feldolgozni. Az édesapa, a család úgy döntött, hogy egy emlékdíjat alapít Júli emlékére, amelyet minden évben az iskolában a tanárok javaslata alapján az a diák kap a végzősök közül, aki az angol nyelv elsajátítása során a legjobb eredményt érte el. Azért éppen az angol tekintetében, mert Júli is nagyon kiváló volt az angol tanulásában egészen odáig, hogy az országos középiskolai tanulmányi versenyen második helyezést ért el. Felkérem Gálik urat, hogy velem együtt adják a jutalmat a diadoknak, aki ebben az évben Lukó Bence 12. B-osztályos tanuló. A díj egy 30 ezer forintos pénzjutalommal is jár. Köszönöm szépen a nemes felállást, és Gyulit Olikra szívünkbe zárjuk. Tanulmányi téren kiváló eredményt ért el Szabari Mátyás, 13. F-osztályos tanuló, aki a Filozófia Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében a 4. helyezett lett. Gratulálunk meg a fantasztikus eredményhez, és további sok sikert kívánunk a tanulmányokban. Jeles tanulmányi eredményért Gyürgő Kata 13. A-osztályos tanulónak szeretnék adni a jutalmat.
ugyancsak a 13. A-osztályból Szilótás Fanni kiváló tanulmányával mennek rá a tárgyalmat. Kiváló tanulmányeredmények, az országos középiskola tanulmányi versenyen Olasz Borzsolyának eredmények kellett hatalmat. XII. B-osztályban Melke Petrának kitűnő tanulmányi eredményhez lakulának. Szintén a 12. B-osztályban Madarasos Botonnak kitűnő tanulmányi eredményét adhatott át utának. Szabó Szilviának szintén a 12. B-osztályban kitűnő tanulmányi eredményét gratulálok. Tanulmányi eredménye közösségét végzett munkájáért, szép rázos kiállításáért vehet át. Radóti Natália szintén a 12. D-osztályban jeles tanulmányi eredményeért és közösségi munkájáért vehet át jutalmat. Mindig a 12. évből Orján Dóra nyeres tanulmányi eredményét és a közösséget nemzett munkájáért lehet átítani. Zima Tínának szintén a 12. D-osztályban nyeres tanulmányi eredményéhez gratulálunk. Az iskola stúdiójában végzett lelkiismeretes, áldozatos, felejthetetlen tevékenykedését köszönjük, mert Almási Ábelnek a 12. Urbán Anita 12. D-osztályos tanuló, kiemelkedő vöröskeresztes tanítványiségért vehet át jutalmat. Molnár Dávid 13. E-osztályos tanuló,
A matematika versenyében jutott kivagasló teljesítményhez gratulálunk. Szintén a 13. Elosztályban második rendelkező kitűnő tanulói eredménye kaphatották után. Fehér Bórának végül a 13. elben kitűnő tanulói eredménye kaphatták után. Keresztes Barbara 13. elosztályos tanulója, kitűnő tanulmány eredménye, a matematika versenyeken nyújtott kimagasló teljesítményét adott át utalva. Rana Tínának 13. elosztályos tanulója, kitűnő tanulmány eredménye, Komodi Blanka 13. elosztályos tanulója, kiemelkedő vörös keresztes munkáját köszönjük. Szabó Dávid 13. elosztályos tanulója, kitűnő tanulmányi eredményéhez gratulálunk. Vajda Boróka 13. F-osztályos tanulónak 5 éves kiváló lelkiismeretes gyártásvezetői munkáját köszönjük, valamint jeles tanulmányi eredményéhez is gratulálunk. Kóf Alexandra 13. F-osztályos tanulója, jeles tanulmányi eredményéért adok át utána. Várkonyi Régi 13. F-osztályos tanulója, szintén jeles tanulmányi eredményéért gratulálunk. Rábai Zoltánnak 13. F-osztályos tanulmányi 5 éves lelkiismeretes gyártásvezetői munkáját köszönjük. Fekete Szabó Eszter 13. elosztályos tanulónak szintén az iskola énekkarában és a műzikás stúdióban végzett kiemelkedő munkáját köszönjük. Fazekas Réka 13. elosztályosnak szintén az iskola énekkarban és a műzikás stúdióban nézzük munkáját, és sok szép élmény közelünk. És
hasonlóan nem utolsó sorban Kovács Nóra 12. B-osztályosnak szintén az elejében a tényleg nyújtott kiválasztó teljesítményét. Iskolai sportért, amikor a jutalmakat Kuhn Evelinnek nevezett 13. A-osztályosnak a gyeplabda sportágban érett eredményeiért. Szőke Olivér, 12. B-osztályos tanulónak, az atlétika és a kosárlabda sportágban annak eredményéhez gratulálni. Balog Ákos, 12. B-osztályos tanulónak, labdarúgás és atlétika sportágban annak eredményéhez. Szigor Szabolcs, 12. B-osztályos tanulónak, szintén a labdarúgás az atlétika sportágban nyújtott különös eredményeiért. Csonka Gergely, 12. B-osztályos tanulónak, az atlétika és a függeszkedő sportágban nyújtott kiemelkedő eredményeiért. Nagy Andor, 12. B-osztályos tanulónak, a kosárlabda sportágban elég eredményeiért adatáltítanak. Steiner Attila, 13. F-osztályos tanulónak, a kosárlabda sportágban elég eredményeiért adatáltítanak.
türelmi, nekünk ezek a jutalmak nagyon fontosak. Ti is úgy láttam, hogy örültetek, szívesen hallottak a társadalmatok sikereiről, hiszen valóban, ahogy a elhangzott, ez az utolsó olyan pillanat, amikor így teljes rendszerűen együtt vagytok. Ezúttal ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjük a Nosztás Műnökeitek tevékenységét. Az A-osztályban Helető Gian Maria tanárnak, osztályfőnöknek és Krasznai Kinga osztályfőnök helyettesnek. A B-osztályban két osztályfőnöknek, Szigeti Rékenekes Bogártának és Személyi Péternek. A B-osztályban Katonai Szabó Júlia tanárnak. Az E-osztályban Lóban Jani Valtinszki Gabriela tanulója. Az F-osztályban pedig Tóth Viktor osztályfőnöknek és Huszárnyi Hívok Emma osztályfőnök helyettesnek. Kedves végzős diákok! Az érettségivel remélem nem szakadnak meg a kapcsolatok, sem köztetek, sem pedig fiatalabb diáktársaitokkal. Mi tanárok is úgy érezzük, hogy minden kibocsátott évfolyam elvisz egy darabját az életünkről. De szívesen adjuk, mert ha épülésetekre szolgált mindaz, amiben részesítettünk, akkor volt értelme a munkánknak. Sok kedves, értékes személyiséggel, kiváló tehetségekkel értük végig az elmúlt éveket, a szívünkbe zártunk benneteket. Ezt csak később fogjátok igazán megtapasztalni, amikor találkozunk alkalmával, visszalátogatok iskolátokba. Ha kiünnepeltétek magatokat, akkor nagy tanulásra vártok az elkövetkező hetekben, amihez sok erőt, kitartást, jókedvet kívánok mindannyiunk nevében. A jókedvet szeretném kihangsúlyozni, mert mint sok minden az életben, a tanulás is könnyebb jó hangulatban. A sok izgalmat is könnyebb elviselni, ha figyeltek egymásra, segítitek egymást, és türelmesek vagytok. Szüleitekre, családtagjaitokra is fordítsatok megkülönböztetett figyelmet az ünneplés közepette, hiszen az, hogy idáig eljutottatok, sok-sok fáradozásba, aggódásba került szeretteiteknek. Persze ezt is akkor fogjátok igazán megérteni, amikor a saját gyermekeiteket kísérítek el a ballagásig. De folytatódik, hiszen az egyetemi évek alatt is a család fogja a tanuláshoz a biztos hátteret nyújtani. Ez pedig ismétlődik generációról generációra, és így van rendjén. Ahogyan a szüleitek támogatnak titeket, majd ti is segítitek a saját gyermekeiteket, amíg önálló életet nem kezdenek. De ettől még a hála, a szeretet mindennapi megnyilvánulásai nagyon fontosak. Akkor is, amikor éppen vizsgákra készültök, és esetleg nagyon sajnáljátok már magatokat. Hamvas Béla gondolatával szeretnék most elköszönni. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit, felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden filmével, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadban tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ tiéd. Kedves ballagók! Ünnepségünk végén Papvirág, Duba Gábor, Pálvölgyi Géza, Magányos Csónak című dalával köszön el tőletek, tanáraitoktól, diáktársaitoktól és az iskolától. Végezetül én is sok sikert kívánok az érettségihez a ballagó végzősök. Egyedül minden, nem
is a fool and his nagyon jó, köszönöm. Gyertek, álljatok oda! Szépen! Szevaa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 a
De nem maradjon. Álljatok már oda. Hú, álljunk. Anyalánya, hogy legyen. Haló, várj. Cilike, állj már, te vagy cigar. Én már szintem. Emike, te is oda a szélére.
Jó, megvan. Álljatok be. Nagy a... Álljatok már közelebb ti is. Gyerünk, járj már oda. Várjatok még! Hát gratulálunk, mindenki nevében gratulálok. Adj a gépet, te fél képet. Jönni kell, nem lehet. No, várjatok! Menjünk el a... 16. Hallod? De ilyen közelről, oda kell elmenni teljesen. Mosolyogjatok! De te nem vagy éhes? Igen. A gépjöben az ajtajában, vagy valahol van egy gyöntő stájszor. Szerinted nincs oda karaj, vagy szőztecsenye. Szőztecsenye. Szőztecsenye, és szétszoktam már. Na most, én már azt hiszem, hogy szintán ilyen lakó. De vágom, így jobb. Hát ha már nem ültök asztalhoz. De nem, így nem lehet. Jó kifogás, sosem rossz. Ez a 116, vagy 160, amit most beletesznek, ez nem véletlen, hogy 60 megyek a bérre. Ez a, vagy mi a 100 megy a bérre, a 60, akkor muszáj beletegyék a költséget. Aha, igen, na nézzé csak ide! Jaj, de szép! Tudok, egyszer
tündi, Béla vette föl, azt mondja, hogy festenek. Azt hittem, hogy, hogy velem festenek. Azt hittem, hogy nálad festenek. De akkor kiderült, ugye a tündi, hogy itt festettem a székeket. De jó, egy darab innen. Imént odakint húslevest tettem, és megdicsérem a tündikét, mert én nagyon szeretem a húslevest, de ez finom volt. Úgyhogy Anyuci, ilyen finomat érek. Jó, hajrá, kis üveg. Így van. A kamerát mindig lassan kell mutatni. Én azt mondom, hogy egy olyan általános szemléletet ad, amivel lehet, hogy jól jól van a harmadik nem volt Jézus, meg egyetlen, amit sokkal hanem leragad egy tanszéknek. Hogy te ismerd magunkat, minél jobban tiltanak, annál jobban annál is így. Úgyhogy mivel ez... Ajándékok átadása következik. Marcika ajándékozza a nővérének, Cinikének. Anyuci, jaj. Legesen már a téged. Legyen okos, aki bukítva. Apuci türelmetlenül. Apuci, kérdezzük meg, hogy megismeri-e. Megismeri apucát, hogy ne ismeri. Várjátok! Savaráktad? Várjátok! Cinikeheted, ami kis szerint meglepi ajándék. Van benne egy útra való szöveg. Na mutasd a kamera felé, Cinike! Jó, többieknek is. Mindenki. Mit tudod? Tetszik? Igen, nagyon. Na, jó van. Tedd el az emlékkönyvedbe, ragadsz bele. Nem nézzük meg. Cinike, a meg benne van a... Jó. Hatalmas nagy tárgy olyan. Mikrováltozata. Igen. Na nézzük, hogy... Ez kötte a barátok. Jó. Milyen bódóka? Fordítsd meg. Jó, de szép. Na. Cicuri! Cicuri! Na, akkor szeretem valami felismerési dolgot. Jó, ez parfüm? Igen, parfüm. Most nem tudom megszabadni, nem érzek ki rajta. Hogy nézzük? Valami iszonyat. Igen. Hát az jó lesz. De gyere, Józsi, mi jövünk? Józsi. Sanyi, Sanyi volt még tegnap. Sanyi kell, Sanyi volt. Hallod, az imiadi babrámat? Persze, leszek valamit neked. Tartott babrát. Jaj, de szépen van becsomagolás. Ez videóz már, ne? Igen. Ez nagyra szép. Nagyon. De miért? Milyen az ez két? Most már mindegy. Gyerekét nem tudja négyesnél jobbra felhozni. Nem baj, nem tökéletes van. Hát ne hülyeskedj, amit beadtunk, az mind ötös lett. Hát igen, csak a gyerek dolgozik közben egyedül. Mondtad egy kis filmet. Jaj, de szép! És ez milyen jól megy, majd a fülbevallom. Gábor itt lenne, mondaná, hogy drágaságom.
Köszönöm szépen. Gábor, ennél is elmondja. Nem is tudtam, hogy ez a márka is készítés. Na, a szülők ajándéka. Annak a kibontása következik. De hogy vágod, anya? Mit szeretnél? Ne szedjél! Ezt a csíkot? Tudod, miért van itt ez a csík? Most már meg tudod. Na majd a Marcikó is megmondja, hogy miért van az a csík. Milyen csíkről beszélsz? Ez is meglepi? Ez is meglepi? Ez valami technikai cucca lesz, nem? Meglepi. Meglepi. De megvan asszal felett, asszal felett. A McDonald's-ba. Ja, a Matchbox Pro van ráírva. Matchbox. Hát az van ráírva a Matchbox. Ó, laptop. Jaj, jaj. Jaj, cseréljük az enyémmel. Fele? Igen, igen, az én laptopom. Tavaly Jenőnek is felajánlottam az iPhone cserét. Jaj, 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 és ez már lapos, és lehet, hogy csak... Többet tud időben. Igen, SSD-s, SSD-s már, és ez Pro. Jaj, Pro. Retina kijelzője, te! Jaj! Azt tudod, hogy ez... Azt tudod, hogy ennek hol veszed majd a nagy hasznát? Egyetemen. Majd ha felvesznek az orvosi egyetemre, és majd írod a dolgozatokat, meg a beadványokat, meg a egyéb dolgokat. Jaj, mutasd erre a billentyűzetét, meg minden... Jaj! Gratulálunk! Van valami, hogy a